DVTK. A borsodi és a Volkswagen bemutatja. Saját nevelési játékosként ez már a második profi szerződésed. Kellett rajta gondolkodni sokat, hogy elfogad az ajánlatot? Nem kellett, persze nagyon örültem neki, hogy megkaptam újra ezt a szerződést, és hosszabbítottunk. Minden gyerek álma, aki focizik Diósgyőrben, vagy akár máshol, hogy a saját klubja hosszabbítson, vagy szerződést írjon el vele. Négyszer már pályára léphettél a DVTK színeiben. Feltételezem, hogy a következő évben ennél azért többször szeretnél lehetőséghez jutni. Mik a terveid? Hát igen, ettől szeretnék jóval többet pályára lépni, akár hogyha úgy alakul kezdőként is, vagy több percben, esetleg egy fél időt, ha tudok játszani, és megmutassam, hogy mire vagyok képes. Ez mondjuk az első év. 3 év múlva hogy képzeled el magad? Hát 3 év múlva már szeretnék stabil tagja lenni a csapatnak. Nagyrészt minden meccsen kezdeni, hogyha bizonyítok. Megállítanak a szurkolók az utcán? Beszélgetnek veled? Erről még nem igazán volt példa erre. Volt például a Kalandparkból beszélgettünk, amikor felhívtak minket, hogy menjünk segíteni. Ott beszéltem az egyik szülővel, de így még konkrét nem szoktam megállítani. Az utolsó mérkőzésen, ha jól tudom, kiosztottátok a mezeket, úgyhogy van egy fiatal szurkolónk, aki Ternaván Patrik mezben jöhet akár már a következő mérkőzésre szurkolni. A cél az, hogy azért mondjuk 3 év múlva legyenek több tucatnyian, akik Ternaván Patrik mezben rohangálnak a lelátón. Persze szeretném, hogy minél több legyen. Nagyon örültem a kisfiúnak, mert emőden odajött hozzám, és megköszönték újból a messzt, hogy adtam neki. Ez fantasztikus érzés volt.